Sziasztok! Engem Szántó Péternek hívnak, és ebben a részben azt fogjuk tesztelni, hogy létezhet-e, hogy egy 300 ezer alatti kamera tudja azt, mint az 1-2 milliós full frame-es gépek. A Sony ZV-1-et fogom tesztelni. Induljunk el, most sétálok egy jót, mindent elmesélek róla. Kezdjük el! Sokszor kérdezik tőlem azt, hogy el akarok kezdeni videót gyártani, és mit csináljak. Még mindig úgy gondolom, hogy az első és legfontosabb az, hogy ott van a zsebünkben, a mobiltelefonunk. Ha belegondolunk, hogy akikre ma felnézünk, vagy inspirálódunk, ilyen youtuberek, digitális tartalomgyártók, mind annyira gagyi technológiával kezdték, és azért tudtak egyedül felfutni, mert annyira jó volt a tartalom és a sztoria, hogy azt a tartalmat átadták a nézőnek. De mégis, hogyha ezen túl megyünk, akkor bajba szoktam lenni abban, hogy mit ajánljak, milyen kamerát ajánljak az embereknek, és ez most már megoldódott. Ugyanis van egy 300 ezer alatti olyan csúcs készülék, ami mindent, ami egy 1-2 milliós profi szettől, amit nagyon nehéz kezelni, nagyon nehéz beállítani miatt várnánk, 98%-osan beletették, és ez a Sony ZV-1. Nagyon gyorsan néhány olyan specifikáció tulajdonságai, amiért úgy gondolom, hogy ez az a kamera, ami akár egy kezdőnek, vagy egy haladónak is szuper tud lenni. Kezdjük ugye az árával, hogy 300 000 forint alatt van, azok a technológiák, mesterséges intelligenciák, hogy egy gombbal el tudod homályosítani a hátteret, nézzétek meg a különbséget. Meg így is egy kicsit homályos, de így aztán meg végképp nagyon-nagyon homályos lett. Van egy ilyen product showcase mód, hogyha ide szeretnék tenni van, akkor egyből ráfókuszál, ezt nagyon sok kamera még mai napig nem ugorja meg. Nem hogy csak Full HD-ba tudtok felvenni, hanem 4K-ban 24-25 FPS-sel fel lehet venni, Full HD-ban pedig egészen 100 vagy 120 FPS-t is meg lehet csinálni, ami gyönyörű lassított felvételeket eredményez. Fogok nektek mutatni majd a vlog vége fele ilyen összehasonlításokat, hogy van. Van ilyen szuper lassított mód, ami ilyen HD és Full HD között van, 240, 480, 960-ig is akár lemegy, hogyha ezt bárki érti, hogy mit jelentenek ezek a számok. Tök durva, nyilván annak már egy picit rosszabb a minősége. Az egyedüli, amit negatívumnak előre elmondok erre a kamerára, hogyha valaki rossz fényviszonyok mellett sötétben, éjszaka szeretne vele dolgozni, akkor az, hogy ennek egy kisebb szenzora van, az elő fog igenis jönni, mivel ez ugye egy pici point and shoot kamera, és a full frame-nek az az óriási szenzora, ami megfelelő a 35 mm-es film kockának. Hát nyilván azt nem tudja, de ezt leszámítva a képstabilizálása, a képminősége, ahogy összerakja, láthatjátok, zseniális, gyönyörű. És megyek tovább, sétáljunk, elmesélek 3-4 olyan dolgot, ami nekem óriási ütött, és megyek is valahova, úgyhogy induljunk el. Szeretnék kezdeni. Az egyik, hogyha látjátok, hogy valami belóg a képnek a tetején, akkor az a mikrofonom, ugyanis a Rode-nak a VideoMic Pro, úgy látszik, hát óriási nagy, hogy berakok egy képet, hogy néz ki, ahogy így fogom a kamerát, de olyan nagy, hogy olyan hosszúra benyúlik, hogy amilyen széles ez a látószög, úgy belelóg a tetejébe, úgyhogy mindenféleképpen ezt le kell cserélnem. Kettő dolgon gondolkozom, mondjátok meg, hogy szerintetek melyik a jobb. Az egyik az, hogy a VideoMicro-nak nevezik, az egy pici dolog. Egyszer teszteltem, és nem érzek akkora különbséget amúgy a VideoMic Pro és a VideoMicro között, vagy pedig veszek ezt a SmartLav-nak egy wireless-kivel, vagy pedig veszek a Rode-nak a SmartLav-nak egy
wireless kivitelét, ami meg a wireless go, és akkor az egy még diszkétebb setup, illetve el is tudok menni a kamerától. Na ez az egyik, és ugye említettem, hogy itt láthatják a dolgot, a másik pedig, amiről sokan beszélnek, hogy nem elég nagy a látószög, ugye ez egy 24 mm-es ekvivalens dolog. Hát, én most ezzel a gyári grippel használom, amit egy kezdeti akcióban hozzá tudtam venni, és én úgy gondolom, hogy úgy, hogy ennél az én Manfrotto grippem sokkal távolabb van, simán teljesen jó, ahogy benne vagyok a képbe, ahogy nézem magamat, nem hinném, hogy gond. Lehet, hogy lehetne 20-as, de nem, egyáltalán nem gond. Vannak olyan YouTube videók angolul, ahol különböző adaptereket használnak annak érdekében, hogy még szélesebb látószögünk legyen. Lehet ilyenre menni, de az nyilván a képminőségnek a rovására megy. A harmadik dolog pedig, ahogy láthatjátok mögöttem, eléggé homályos a kép, ugyanis van egy ilyen funkció, amivel elhomályosodik a háttér. És ez az egyik legfontosabb, amiért az emberek full frame kamerát szeretnének használni, vagy pedig egy olyan minőségű dolgot. Most viszont nézzük, hogy milyen a fókusza, ugyanis Siri találkozott egy kutyával. Ügyes, hogy arra mész, Siri, gyere! Meg is van, már előre megy szépen. Ha nem láttátok, amúgy van pár kutyás videó, amikor Siri hozzám került, és elmondom, hogy tanítottam, meg miért lett ilyen kutyám. Ide kattintva láthatjátok. Na de folytassuk a dolgot, tehát ilyen nagyon szépen el van kenve át, és nem csak akkor, amikor ilyen baromi messze van tőlem, hanem hogyha megnézitek, itt is igazából van egy elválasztódás a háttér és közöttem, és amúgy tényleg ezeket a full frame-es kameráknak a 2.8-as vagy 2-es fix fényerejű dolgai tudják. És a Sony meg gondolt egyet, és belerakta egy point and shoot-ba, erről fogok még beszélni. De ez a harmadik dolog, és hát ilyen Steve Jobs-osan, Apple-osan van egy one more thing, ami pedig az, hogy beleraktak egy olyan dolgot ebbe a kamerába, amivel mindig az a neve, hogy face priority, ami azt jelenti, hogy bármennyire is világos van, vagy most bemegyek mondjuk egy sötétebb részre, és itt vagyok, mindig egyből látjátok majd most mögöttem az árnyékot, meg most kijöttem a fényre, mindig az arcomra fog fókuszálni, és nagyon gyorsan belejön abba, hogy a helyes korrekció, tehát hogy mennyire sötét vagy világos a kép, az nálam érvényesüljön, illetve használok egy olyan trükköt, hogy az RX 100-ból, azt hiszem az 5-ös szériában volt egy, ez már a One More Thing 2, de muszáj elmondanom, szóval használnak egy olyan dolgot, ami ND filter, mindjárt elmondom, hogy micsoda, de most át kell itt mennünk, és nézzétek. Siri megtanult, hogy itt le kell ülnie, vársz, addig nem indul, amíg én nem mondom, mehetsz, futás! Legnagyobb feature. Ezzel nyilván nem csak a kutyának a vagányságát, és hogy milyen jól megtanította Orosz Viri Play, és hogy mennyire jól megtanította Orosz Viki Play Dogs, ajánlom, hanem azt is nézzük, vagy nézhettétek, hogy mennyire jól fókuszál, amikor ide-oda megyek a kamerába, és hogy tudja lekövetni a beállításokat, meg azt, hogy mondjuk változó dinamika van megint gyorsan, és mindezt úgy, ez már a One More Thing 3, hogy most teljesen automata módba, programautóba használom, 4K-ba veszek fel, és ezt is majd később el fogom mondani, hogy miért kérdéses ez nekem, és nem feltétlen ez a legjobb beállítási mód, de most direkt azt szeretném, hogy úgy használjam ezt az egész rendszert, hogyha bárki készhez kapja, és tényleg csak arra szeretne fókuszálni, hogy egy jó tartalmat tudjon készíteni, hogy működhet. Eddig, amit látok a kijelzőből, hogy ez tényleg fantasztikus, most viszont megyek tovább, és valahonnan becsekkolok, csak először megkeresem Sirit. Megérkeztem a Six Letterbe, és megjött a chai latte. Megjöttem ide, most azt is szerettem volna tesztelni, hogy milyen a zoom, amúgy viszonylag gyors ahhoz képest, ugye, hogy ez nem egy objektív, amit így csavargatni lehet, illetve azt is, hogy mennyire fókuszál át simán módba, hogy onnan kizoomoltam, megmutattam a kávét ugye újra magamra, viszont képzeljétek, hogy most, ahogy látjátok a hátteret, az most nem az elmosott módban van, és hogyha benyomom,
Most elnéztem. És hogyha benyomom, nézzétek a hátteret. Most elmossa. Imádom. Ez volt az egyik funkció, amiért azt mondtam, hogy úristen, meg kell venni. Amiről mondtam, hogy még szeretnék nektek mesélni, és a több dolog. Az egyik az az, hogyha automata módba, programautóba, ugye egyből, ahogy kiveszitek a dobozból, és elkezditek használni, akkor milyen feelingje lehet a dolognak, de mielőtt elmondom, megkóstolom a chai lattét. Isteni, mint mindig, dirty chai, cukormentes vaníliával. Imádom, gyertek a Six Letterbe. Folytatva. Anélkül, hogy nagyon belemennék abba, hogy hogy működik egy kamera, mit jelent az, hogy zársebesség, rekesz, izó, fehér egyensúly, ilyesmi. Annyit kell, abba gondoltok bele, hogy működik a szemetek, és mondjuk, ha éjszaka felé vettek, és felkapcsoljátok a villanyt, akkor így hunyorogtok. Ugyanez van mondjuk fényes nappal, hogyha nincs rajtatok szemüveg, nekem például tényleg mindig szükségem van szemüvegre, nem csak azért vlogolok benne, mert tegyük fel, jól néz ki, vagy hogy kész színászet tanította, hogy ugye, hogyha most mondjuk, én ugye a lencsében nézek, de itt van a kamera mellett a képernyő, és most elnézek oda. Viszont, hogyha rajtam van a szemüveg, akkor nem látjátok, hogy éppen rátok nézek, vagy pedig a kijelzőre, szerintem nem tudjátok megmondani, pedig így ugrált a szemem. És hogyha nincs rajta a szemüveg, akkor ugye az nyilván zavaró dolog, de lehet koncentrálni, hogy a lencsében nézzünk, viszont most már teljesen másról beszélek. Szóval, azt mondják, hogy a szemünknek az nagyjából ilyen 1/30, 1/50 annak a zársebesség értéke, ahogy mi észleljük. Tehát, hogy így megy a kezem, ahogy bármit néztek a világba, az olyan, hogy egy másodperc alatt 50 képet rögzít a szemetek. Ezzel szemben, amikor fotózunk, akkor be lehet ejteni, hogy ilyen elmosott képet szeretnénk, vagy akár hosszú, amikor látok ilyen csillagfotókat, és a csillag látszik, vagy egy gyönyörű vízesés, ahol el van kenve maga a víz, az mondjuk lehet, hogy 1-5-10 másodpercig is készül, de lehet, hogy órákig. Ugyanakkor, amikor mondjuk egy versenyen vagyunk, mondjuk autóverseny, vagy lóverseny, és minden, vagy egy sportfotó, minden nagyon-nagyon éles, az azért van, mert mondjuk 1/1000, 1/5000-rel van az a pillanat lefotózva. Amikor elmegyünk moziba és nézzük azokat a filmeket, akkor viszont ez 1/24, 1/50, attól függ, hogy milyen hatást szeretnénk elérni. És most, ahogy nézek kijelzőre, engem most 1/100-zal vesz fel. De ez egy 25 frame per szekundomos felvétel, és annak mindig a kétszeres szorzóját kéne venni. Tehát nekem ez úgy lenne jó, hogyha 1/50-nel lenne. Tehát olyan nagyon gyors mozdulatokat csinálok, ha 1/50-re teszem, majd fogok ilyet mutatni nektek, akkor kellemesebb a dolog. Mennyire számít ez? Nem, hiszen a tartalom a legfontosabb, és ez az eszköz, ami az egész verdikt számomra, hogy arra tesz képessé szinte bárkit, hogy a tartalom készítésre tudjon fókuszálni, és a többi dologra ne kelljen. Viszont, ugye úgy kezdtem az egész vlogot, hogyha gondolkozik valaki ilyen 1-2 millió közötti beruházásba, egy full frame-es kamerába, egy nagyon brutál objektívvel, őket is ki tudja elégíteni. Ugyanis benne van az ND-szűrő, és ez a második, amiről mondtam, hogy beszélek. Az ND-szűrő az kb. Egy szemüveg a kamerának, és ezt a nagyobb gépeknél a lencse elé szokták rakni. Én amúgy vettem egy ilyet, Peter McKinnon, szupervlogger, ha nem ismeritek, nézzétek meg, kiadott egy ilyen nagyon fullos ND-szűrőt, csak az kerül 100 000 forintba. És ez a gép, meg 300 000 forint, és benne van az ND-szűrő. Nem annyira profi, de kb. Azt mondom, hogy 96%-át megcsinálja annak a dolognak, amit... Gyere ide! Siri rosszalkodott. Szóval 95-98%-át megcsinálja ugyanannak, de bele van építve ebbe a picike kis. Editáló Peti jelentkezik, meg kell állítsam a vlogot ugyanis. Most miközben már elkészül, és nagyon hosszú lesz, készüljetek fel. Azt vettem észre, hogy megállt 5 percén a felvétel. Nem tudom, hogy ez miért történt, biztos, hogy az én hibám. Annyit rólnék fel a Sonynak, hogy ha ez tényleg egy olyan vloggereknek készült kamera, hogy ki tudják venni a dobozba, és el tudják kezdeni használni, és ne kelljen semmivel sem foglalkozniuk, akkor miért? Miért áll el 5 percnél, amikor pont az egyik ilyen
unique selling proposition, amivel eladja magát, hogy bármeddig fel lehet venni. Bocs, becsörögtem. Szóval, hogyha alapból bármennyit felváltunk, akkor miért van egy ilyen limit? Miért állt meg? Ez nagyon idegesítő, de öröm az örömben, hogy így már láttam azt, hogy milyen a készfelvétel, és zseni, tényleg, ez az, amit reméltem, nagyon megéri, és még úgy mondom ezt, hogy amikor a zárszebességről beszéltem, ugye 1/100-al vettem fel 1/50 helyett, és még amikor Siri futott, azok is teljesen jól néznek ki. Grip teljesen jó, használható, kézre áll. Viszont, hogyha nem akarjátok elkölteni azt a plusz 50-70 ezer forintot, amennyibe ez kerül, ugye én a bevezetési akcióban ingyen kaptam meg, akkor lehet venni 5-10 ezer forintért egy ilyen Manfrotto állványt, ami hogyha megnézitek, sokkal, sokkal hosszabb, tehát ezzel még jobban meg lehet csinálni ezt a selfie módos méretet, ami ugye a 24 mm távolabbra hozza tőletek. Valamint ahol ugye megállt a gondolatom, amikor most észrevettem a dedikálásra, az ND filter, tehát én vettem a nagy formátumú full frame gépemhez egy variable ND filtert, ami maga ugye 100 000 forintba került, gondoltam megmutatom. A Peter McKinnon féle ND filter, csak ez tényleg nagyon sokba kerül, így néz ki, és hát csak ez kb. Az egész gépnek a egyharmadára, úgyhogy csak jókat tudok mondani, és zseniális a gondolat, amit még amúgy a bevezetőben említettem, hogy ki fogom fejteni, hogy abban a világban, ahol most tart a technológia, és mindenki a full frame felé megy, a mirrorless, és hogy legyen egy nagy objektíved, egy nagy géppel, ami valami nehéz kitartani. Pár éve valaki a Sonynál mondott egy olyat, hogy mi lenne, hogyha mi a trendeknek teljesen ára szembe mennénk, és egy point and shoot-ba betennénk mindazt, amit a vloggerek, amit a digitális YouTube-os tartalomkészítők elvárnak. Mi ez? Legyen 4K végtelen felvétel, akár 100 megabites minőségben. Legyen benne log, tehát hogyha utólag játszani szeretnénk a színekkel, azt is tegyék bele. Legyen benne lassított felvétel autofókusszal, 120 fps-ig. Ez is pipa. És mindezt tegyük 1000 dollárra rá 300 000 forintos ár alá. Ez is pipa. És hogyha már itt tartunk, akkor rakjunk bele olyan extrákat, amit amúgy a nagy gépekhez pluszba kell megvenni, és az sem biztos, hogyha még meg is veszük az extra kiegészítőket, mint az ND filter, egyáltalán tudják, hogy olyan szintű fókusz legyen, hogy egyből, ahogy láttátok, folyamatosan, pozitívan, jól, helyesen fókuszál, az, hogy olyan szintű... És érdekes, most megint lát, úgyhogy ennek nagyon utána kell néznem. Szóval, hogy mindig jó elmosás legyen. Na de menjünk vissza a vlogra, éppen elindulásban voltam, és még rengeteget mondtam, hogy megmutatok nektek. Indulok is tovább, említettem a Product Showcase módot, most ebbe vagyok, azt általában ugye egy állványról szokták csinálni, de én most a képstabilizátorral is egybe teszem, illetve ilyenkor nincs képstabilizátor, de az a gyönyörű, hogy ide rakok valamit, és egyből ráfókuszál, hogy milyen, és vissza rám, és ez a gyorsaság az, és nem feltétlen kell előraknom, hanem így is lehet, ugyanis az volt lenni, hogy akik mondjuk sok terméket mutatnak, vagy így előre mutogatnak dolgokat, azok az emberek eltakarják így az arcukat, és így raknak valamit, és azért takarják el az arcukat, mert különben nem fókuszálna rá, de itt, hogyha most, mivel ez a mód be van kapcsolva, és így oldalra rakom, látjátok, most játszik, hogy én vagy nem, de így lehet mutatni, és egy pillanat alatt vált át. Ez a funkció is automatikusan rengeteg embernek megéri. Vissza
vissza is értem otthonra, egy kis bíró lassítás formájában tettem át a Six Letterből az én kis itthoni kávéfőzőmre, amit itt láthattok. Most ugye nagyon élesen látszik ott, de benyomom a defocus gombot, mert ugye az úgy sokkal jobb, és hogyha most megnézzük, sokkal homályosabb kell, hogy legyen az egész, hogyha így állok, láthatjátok. Jöjjünk le és beszélgessünk egy kicsit. Tehát összegezzünk. Ahogy mutattam nektek még az előbb, ugye tényleg ez a product showcase mód zseniális. Most is látom, hogy rám fókuszál, de lehet, hogy egy kicsit, mintha homályos lennék. Ezt nézzük meg. Most tudja, hogy tiszta vagyok. Szépen mossa így is állt, pedig a defocus ki van kapcsolva a product showcase miatt. És hát Zseni, most megmutatom így, és hogyha már a kávéról beszéltünk, nézzétek meg, hogy mennyire jó ez be a temper, ami egy a kávét. Megcsinálom, hogyha meg túl sok kávét csinálok, akkor pedig ezen a Razer nevű dologgal tudom kiiktatni, de nézzünk egy nagyobb tárgyat is, hogyha így mutatom, látszik, hogy én homályosodok, ahogy előtérbe helyezem ezt a dolgot, és egyből visszavált rám. Na most ezt kikapcsolom, és maradjunk a defókuszos elmosott háttérrel, és már el is van mosva a háttér, és az is nagyon tetszik, direkt úgy ülök, hogy most egy ellenfény van, ami ugye általában nem jó a videónak, de mégis rajtam van a fókusz, és én vagyok szépen kiemelve, tehát, hogy nem vagyok se sötét, se világos, hanem a háttért elveszi, viszont idehoztam egy kis fényemet, és nézzük meg, hogyha magamat megvilágítom, akkor mi fog történni. Remélhetőleg ezzel a világítással, és már látom is, azért néztem el, mert hogy besötétedik ugye a háttér, hiszen most én vagyok annyira világos, hogy nem kell annyira az ellenfényt kivinni, és hát ezzel is mutatom, hogy egy egyszerű pici setup-pal remek megoldásokat lehet megcsinálni a Z1-el. Én csak ajánlani tudom, van hozzá egy grip, azon van most, de berakok egy képet. Nagyon egyszerűen Bluetooth-szal összepárosítható, viszonylag kisebb, egy olyan képet is be fogok tenni, ahol összehasonlítom a grip méretét, meg pedig azt, amin az előbb mutattam, amin a fény van, ez a Manfrotto, tehát az, hogy egy olyan fénybe legyünk, tehát az, hogy egy olyan szögbe legyünk, amiben teljesen benne tudunk lenni, szerintem simán elérhető, sőt vannak más ilyen kisebb állványok, amik kiúszhatóak ilyen selfie stickre. Most is nézem, hogy szerintem pont megvan, hogy még a kezem ide megy, vagy én közelebb tudok menni, tehát tényleg tökéletes vlogolásra pont. Ahhoz, hogy viszont egy ilyen cinema kameraként, tehát hogy filmezésre is használjuk, én azt hiszem, hogy a B-rollok annyira nem lettek jók, a fókuszálást nem tudtam belőni, ezek még nagyon sok olyan apró módosításra szorulnak, hogy kiismerjem a kamerát. Nyilván ez egy teszt és bemutató, aminek nem volt az a célja, de lehet játszani, mert egy óriási dolog egy ilyen point and shoot-nál, hogy van, ha bárkinek mondasz valamit, log, tehát egy nagyobb dinamika tartományból, ilyen szürkített felvételkép, amit utólagosan, amikor berakjuk az editáló programba, akkor még több szint lehet összehozni abba az adott videó kép mennyiségbe, és nem lesz olyan kiégés, nem lesz olyan sötétség, van S-log, van HLG, gamma, tényleg azok a legelterjedtebb állítások közül, amit filmkészítésnél használok, vagy csak YouTube-os B-rollokhoz, az mind-mind benne van. Úgyhogy ha most gondolkozol azon, úgyhogy ha most gondolkoztok azon, hogy milyen kamerát vegyetek, és van pár százezer forintotok, vagy mondjuk azon gondolkoztok, hogy lecseréljétek-e mondjuk a következő iPhone-ra, vagy legjobb Androidra a telefonotokat, akkor azt mondod, hogy ne, és vegyétek meg a Sony ZV-1-et, szerintem zseniális, azok az apróságok, amik még nem olyan jók benne, szerintem egy vagy két év múlva, amikor a második generációt ki fogják hozni, azt ki is fogják ütni. Lehet, hogy egy kicsit szélesebb látószögű lesz, és nagyobb lesz a zoom tartománya, akár belerakhatnának egy úgynevezett variable ND filter, tehát, hogy nem csak egy fix három stoppos amúgy az ND filter lemenete van, hanem mondjuk 3-5-7 stoppokat is, ahogy amúgy más professzionális Sony videokamerákban benne van. A képstabilizátor is lehet, hogy javulhat, és nagyon kíváncsi lennék egy nagyobb szenzoros
egy nagyobb szenzoros point and shootra, tehát hogyha úgy tetszik, hogy van ugye mondjuk az iPhone 11 és van az iPhone 11 Pro, ugyanezzel a gondolattal lehetne egy ZV1 Pro, amiben pár ilyen tweaket bele tudnának rakni, esetleg, hogy úgy alakítsák ki ezt a nem cserélhető objektívet, hogy viszont olyan adapterek, szűrők vannak rá, ami minimális vagy szinte nulla minőségvesztéssel tud valamit, hogy mondjuk szélesebb látószöget csinálni, vagy elé rakni filtereket, vagy akár zoom tartományt növelni, ahogy a cserélhető objektíveknél és az extenderrel, tehát azzal a bővítményemvel mondjuk egy kétszeres távolságra, vagy makróra tudunk menni. Valamilyen minőségromlás keletkezik, de az főleg egy utólagos korrekcióval alig látható. Ha bármilyen kíváncsi vagytok, és nem mondtam el a videóba, akkor tegyétek fel kommentbe. Szerintem eléggé kiveséztem, itt a végére az elköszönésre egy olyan összehasonlítást fogok csinálni, hogy most egyenlőre a, hogy mondtam, a VideoMic Pro-n beszélek, és most ki fogom húzni azt, és az elköszönésbe pedig a beépített mikrofonnal fogok beszélni. Nézzük meg, hogy az milyen. És már át is váltottam, ez a beépített mikrofon, szerintem főleg úgy, ha nincsen háttérzaj, ez is zseniális, ugyanúgy, ezt nem mondtam el, de egy ilyen háromdimenziós felépített mikrofont alakítottak ki, tehát pontosan érzi azt, hogyha előtte beszélek, vagy mögötte, mert például amikor ha sokáig kommentelek és hátra fel, tehát én ugye a kamera mögött vagyok, akkor általában ezt a nagy mikrofon meg szokták fordítani, és akkor hátrafele van, hogy úgy látszódjon, itt pedig ez valahogy érzékeli. Amúgy ez egy érdekes dolog volt, és ezt sehol nem mondták el, hogy alapból nem működött a hang, amikor csak kihúztam a kis jackdugóból a mikrofont, hanem ki kellett kapcsolni, be kellett kapcsolni. És hogyha már kibe kapcsolás, nagyon gyors, tényleg 1-2 másodperc alatt már be is indul az egész. Az ergonomiája ugye tökéletes, mondanom sem kell, hogy oldalra megy a screen, tehát nem fölfele, ez azért fontos, mert a képernyő a többi Sonynál mindig fölfele ment, vagy nem is ment teljesen fölfele, de a fölfele is ment, ugye ott általában a mikrofon szokott lenni, és így nem látjuk magunkat, az nem jó. Amit talán egy következő verzióban látnék, hogy legyen touchscreen-es a kijelző, ugyanis fókuszállítása jó, de például a rekeszértéket, vagy ISO-t, ilyeneket nem tudok állítgatni, és ugye ha selfie módban használom, akkor az elég rossz, hogy hátul kell nyomogatnom a gombokat, és nem tudom csak így a touchscreen-t használni, pedig van touchscreen-je, úgy, mint mondjuk egy Canonnál, vagy más márkánál, ez simán elérhető az egészben. Egy másik funkció, ami nekem egyáltalán nem érdekes, de csajoknak nagyon, egy úgynevezett beauty filter, ez tipikusan az, mint ami Snapchaten, Instagramon, TikTokon, Facebookon, hogy egy ilyen maszkot kvázi magunkra tudunk lenni, de itt nyilván nem nyuszis, vagy szívecskés, vagy sárkányos maszkról van szó, hanem egy ilyen beauty filter, ami által még szebb lesz az arcunk, ezt, hogyha nem gond, én nem próbálom ki. Amúgy sem nagyon javaslom azt, hogy nagyon mást mutassunk, mint amilyen valóságban vagyunk, de biztos, hogy aki beauty, divat témában vlogol, annak ez is egy érdekes funkció lehet. És még ezzel egy nagyon jó feature, hogy lehet majd használni webcamnek, vagy hogyha livestreamelni szeretnénk. Egyelőre azt mondják, hogy ez sajnos csak PC-re jó, tehát Windows-ra, nekem Mac-em van, úgyhogy csak remélni tudom, hogy majd egyszer jön egy olyan szoftver frissítés, amivel lehet használni arra is, mert arra biztos, hogy használnám. Nézzük meg gyorsan, hogy mi van a dobozban. Mind a kettő doboz, hogyha együtt veszitek, ugye a vlog grippel, egy nagyon egyszerű kis doboz, semmi extra nincsen benne. Benne van maga a kamera, benne van hozzá egy kis kábel, amivel lehet tölteni, tehát nincs úgy, mint egy nagyobb kamerának egy ilyen külön kis akkumulátor töltője, egy aksival érkezik, és ez az egyedüli, amire sokan felhívták a figyelmet, hogy az aksi, az főleg, hogyha 4K-ban használja valaki, akkor elég hamar lemerül, és plusz érdemes is beállítani azt, hogyha felforrósodna, akkor ne kapcsoljon ki egyből, ez is egy beállítási funkció, amit megtaláltok, hogyha lesz egy ilyen gépetek, mindenféleképpen állítsátok be, de amúgy egy aksival jön, megéri akár egy utángyártottat is venni, egy ilyen 5-10 ezer forintért lehet egy vagy két darabot venni, ami ott lehet a zsebedbe vagy a táskádba, és akkor ugye nagyon egyszerűen, hogyha lemerülne mondjuk napközben, mert mondjuk elutaztunk valahova, és ott több órán keresztül használjuk, akkor sem hagy minket cserbe. És még egy dolog, ami a dobozban van, egy ilyen kis picike detket, amit rá lehet rakni a mikrofonra, ami ugye egy nagyon jó
háromdimenziós felvevő mikrofon sokkal jobb, mint a versenytársai. És azért, hogy ne legyen mondjuk háttérzaj, vagy hogyha valamilyen szél fúj, akkor ha az rajta van, akkor még jobb minőséget tud csinálni. Ennyi van igazából a dobozban. És ami még nagyon jó, hogy ahogy kinyitom, már egyből bekapcsol, és ugyanúgy kikapcsol, hogyha becsukom a screen-t. Ennyi. Nagyon-nagyon jó. Ez volt a Sony ZV-1 bemutató, remélem tetszett, tényleg írjatok bármit, hogyha van kérdésetek. Ha most találkoztunk először, akkor mindenféleképpen iratkozzatok fel, ugyanis egy nagyon nagy meglepetése jött, ez nem csak technológiát érintő, hanem inkább egy ilyen önfejlesztés, fejlődés, ugyanis szeptemberben lesz egy nagyon nagy bejelentésem, és készülök a vlog, a csatornám életének, pályafutásában először egy olyan szakaszra, ahol napi vlogolni fogok több mint egy hónapig. Úgyhogy, ha még nem találkoztunk és tetszett ez a tartalom, meg érdekel az, amit most ízeltem, iratkozz fel, nyomj a like gombra, és hogyha bárkinek érdekes lett ez a videó, akkor küld el neki, hozd meg. Köszönöm, hogy néztetek. Sziasztok!